A kiskunsági víziközmű szolgáltató Kft. Évente többször végez Kalocsán és a környékbeli településeken ivóvízhálózat feltöltlenítési és mosatási munkálatokat. Ahhoz, hogy a csövekben letapadt biológiai hártyát el tudják távolítani, majd 2500-3000 köbméter víz szükséges. A feltöltlenítési időszak alatt ivóvíz minőségének romlásával, helyenként időszakos vízhiánnyal és nyomáscsökkenéssel kell számolni, valamint az ivóvíz klórtartalma miatt csak korlátozott felhasználásra javasolt. Ebben az időszakban a háztartásokban ajánlott odafigyelni a mosógép és a mosogatógép használatára. A gépek beindítása előtt érdemes leellenőrizni, hogy zavaros víz folyik a csapból, vagy nem tapasztalható-e nyomáscsökkenés. Hétfőtől kezdve, augusztus 22-ig ivóvízhálózat feltöltenítési és hálózattisztítási munkát végeznek Kalocsa, Bátya, Fajsz, Dusnok, Szakmár, Homokmégy, Halom, Öregcsertő, Csornapuszta, Drágszél, Miske, Újtelek, Dunaszentbenedek, Alsóerek, Felsőerek, Híje, Alsómégy, Géderlak, Dunapataj, Fogtő, Uszód, Ordas, Harta és Dunatetétlen helységekben. Még nem késő az ivóvíz szükségletet az esetleges rövidebb vízhiányos időszakok áthidalására előtárolással biztosítani.